Jó estét kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves nézőket. Mai magazin műsorunkban elsőként foglalkozunk majd azzal, hogy nevelőszülőket toboroz a kőszegi SOS gyermekfalu, aztán a Víz világnapja eseményeire, rendezvényeire látogatunk majd el egy kis összeállítással, végezetül pedig, de nem utolsó sorban, az április 2-ai autizmus világnapjának programjairól egy kis előzetes beszélgetést hallhatnak, láthatnak velünk. Annál is inkább érdekes lesz ez a téma, hiszen ma egy konferencia is zajlott már ez esemény előszeleként. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk az első beszélgetésre, mi már itt készen állunk. Elsősorban a külső nevelő szülői hálózat bővítése céljából tervezi a nevelő szülő toborzást a kőszegi SOS gyermekfalu. Hogy miért is, és hogy kik jelentkezhetnek-e témakörben, azt azonnal megtudjuk vendégeinktől, Tóth Zsuzsannától, a nevelői szülői hálózat vezetőjétől. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk, és Szeredi Emesétől, pszichológustól. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. És akkor egy picit beszélgessünk erről az SOS gyermekfalvakról Magyarországon, a múltról egy pár gondolatot Zsuzsannától, hadd kérjek. 1983-ban indult el a magyarországi SOS gyermekfalvak története itt Magyarországon. Első körben, ha így mondjuk, akkor Battonyán volt SOS gyermekfalu, ami már azóta átköltözött Orosházára, aztán Kecskeméten, és akkor 26. éve pedig Külszegen is megnyílott az SOS gyermekfalvak magyarországi egyik telephelye. Mennyivel másabbak ezek a gyermekfalvak, mint az állami intézetek? Tehát miben térő, miben eltérő egészen pontosan a feladatrendszerük, vagy maga a működése is egy gyermekfalvának? Ugye nevelőszülői hálózatként működünk, gyermekfalvakban is, tehát nevelőszülők nevelnek gyermekeket. Ez hasonló, mint az állami nevelőszülői hálózat. Amiben eltérünk, az ugye egyrészt a működtetésünk, tehát nyilván a jogszabályokat betartjuk, ami Magyarországon ugye érvényes, akár a gyermekvédelmi törvény ugyanúgy mi ránk is vonatkozik, és ugye azokat mi is ugyanúgy betartjuk. Ami más, jelenleg más, hogy belső hálózatként működünk, tehát hogy a gyermekfalvakban nevelkedtek eddig nagyrészt gyermekek, nevelőszülők nevelésével, és mi ezen szeretnénk egy kicsit bővíteni a palettánkat. Emese kedves, kik kerülhetnek be abba a körbe, hogy nevelőszülő legyen bárki is? Gondolom, hogy néhányan érdeklődni fognak majd most, és egy igen komoly munka lesz, ugye, a válogatás? Igen, de nagyon szép munka is. Olyan nevelőszülőket keresünk, akik otthon, a saját ingatlanjukban, tehát ez akár családi ház, akár egy kisebb lakás is lehet, tehát akik a saját ingatlanjukban szeretnének gyerekeket nevelni, egyedülállóakat, elváltakat is keresünk, tehát nem feltétlenül nevelőszülő párokat, és nem csak nőket, hanem férfiakat is nagyon szívesen látunk a hálózatunkban. És olyan emberekre van szükségünk, akik sok türelemmel rendelkeznek, és meg tudják adni azt a biztonságot, azt a biztonságos környezetet érzelmileg is, amire ezeknek a gyerekeknek szükségük van. Azt gondolom, hogy Zsuzsannáik tudják, hogy ez a türelem mit jelent valójában, tehát van jó példa, akiktől lehet ezt tanulni, ugye? Mert az SOS gyermekfaluban azt gondolom, hogy ez egy alapszabály. A szeretet, a türelem, a tolerancia, a megértés. Igen, jelenleg ugye 11 nevelőszülői családban 66 gyerek nevelkedik itt Külszegen. És hát igen, tehát hogy ki lehet jó nevelőszülő, aki mondjuk gyerek szerető, tehát ez egy ilyen alap elvárás nálunk. Mert hogy nehéz azt megfogalmazni, hogy ki az igazán jó nevelőszülő, mint ahogy így a kolléganő is mondta, hogy lehető egyedülálló, lehető nagy családos, és olyan, aki még nincs gyereke, de olyan is lehet, aki már több gyermeket fölnevel, tehát olyan embereket keresünk, aki
türelmes, és aki nagyon-nagyon gyerekcentrikus. Én azért mosolygok, csak vendégeim háttal ülnek a monitornak. Én látom, hogy a kedves nézők közben képeket látnak az otthon életéből, illetve hát a gyermekfalu életéből. Ezekre a gyermekekre mi a jellemző? Tehát kik kerülnek ide? Milyen gyerekek ők? Olyanok, akik ugye valamilyen okból a saját családjukban nem nevelkedhetnek. Tehát, hogy mi is ez az ok, tehát ezért ez nagyon széles körű. Lehet, hogy lakhatási probléma, szenvedélybetegség megjelent a szülők körében, tehát azért nagyon nehéz helyzetből jönnek ők, és tehát, hogy ők az igazán segítségre szoruló gyerekek. Ugye nagy részt Vas megyei gyerekekről beszélünk, bár vannak Győr-Moson-Sopron megyei gyerekeink is, de hát azt mondom, hogy 80%-ban Vas megyei, 20%-ban pedig Győr-Moson-Sopron megyei gyermekeket látunk el, ő rajtuk segítünk. Van, akin pár hónapig, mert úgy van rá szükség, és van, aki nálunk nevelkedik föl 18 éves koráig. Sőt, azon túl is maradhat ugye utógondozó. Autógondozottként. Miért van szükség a hálózat bővítésére? Miért van szükség arra, hogy külső nevelőszülők is ebbe a rendszerbe belépjenek? Több az igény, több a gyerek, aki rászorul, hogy nevelőszülője legyen? Igen, igazából kétrétű a kérdés, amit feltett. Az egyik rétege az, hogy nagyon sok gyerek vár arra, hogy nevelőszülőnél elhelyezhessék őket. Kevés a nevelőszülő ma Magyarországon. A másikok, azt hirtelen elfelejtettem. Semmi baj, mert Zsuzsa nyilván kiegészíti majd. Igen, hiszen ugye a jogszabály is azt mondja, az 1997-31-es gyermekvédelmi törvény úgy fogalmaz, hogy minden 12 éven aluli gyermeknek Magyarországon nevelőszülőhöz kell kerülni. Tehát ez egy nyomós indok, ami miatt ugye nevelőszülőket keresünk. A másik, az pedig olyan jellegű szakmai érv, hogy külső hálózatot szeretnénk bővíteni, hogy a gyermekeknek az integrációját szeretnénk biztosítani, azáltal, hogy nem csak gyermekfalvakban nevelkednek, hanem olyan családokban, akik ugye a környezetükben egy kicsit a falvaktól kissé távolabb vannak. Tehát, hogy ahol természetes módon tudják a normális családi körülmények között így van, tud nevelkedni egy gyerek, azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen fontos átlagos dolog. Átlagos körülmények között. Kell, igen, hogy legyen egy szülő, aki mintát is tud adni, tehát nem azt a rossz mintát, amit esetleg a gyerek előtte tapasztalt, hogy olyan körülmények közül tudjon menni az iskolába, tudjon hazamenni az iskolából, hogyha iskoláskorú, ha óvodás, akkor óvodáskorú természetesen. És hogy a barátai is, ne feltétlenül csak SOS, mert hogy ez nagyon jó, hogy ott együtt barátkoznak, de azt gondolom, annál nincs fontosabb, hogy olyan barátai is legyenek, aki nem csak az SOS-ben nevelkedő gyerekek, hanem szomszédok, osztálytársak, és együtt szülinapozzanak, együtt töltsék az életüket, és ezzel olyan erős muníciót kapjon az ő életére, ahol felnőttként teljes jogú tagja tud lenni a társadalomnak. Emese kedves, hogyha valaki most érdeklődne, mi szükséges ahhoz, hogy valaki, tehát egészen pontosan akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy ki lehet nevelőszülő? Nyilván vannak ennek feltételei. Gondolom életkor is rendezett keresettel kell rendelkeznie, és még lakással vagy házzal kell rendelkeznie, vagy saját tulajdonában van, és még mivel? Keresettel nem feltétlenül kell rendelkeznie. Tehát nevelőszülő tud lenni, úgymond teljes állásban is. Tehát a munkanélküliség az nem kizáró ok. Hogyha valaki jelent... Tehát főállású nevelőszülő lehet valaki. Igen, pontosan. Köszönöm szépen. Viszont hogyha a nevelőszülőség mellett van másik munkája, amit akár részmunkaidőben, akár teljes munkaidőben végez, amellett, hogy a gyerekeknek megfelelő ellátást tud nyújtani, akkor nekünk az is teljesen megfelel. Mi több, ez még jobb példa a gyerekek számára, mert azt látják, hogy meg kell dolgozni azért, hogy meglegyen a pénz arra, hogyha elromlik a mosógép, hogyha új hűtőt kell venni, hogyha kinőttem a cipőmet, és akkor azt is ki kell gazdálkodni.
a családi büdzséből. Meg azért milyen jó az, hogy a gyerekkel valami, akármilyen gond lehet, tanulmány, magaviselet, nem tud beilleszkedni a közösségbe, akkor van egy felnőtt, aki elmegy és ezt megbeszél az iskolában a pedagógussal, az osztályfőnökkel, az igazgatóval, és akivel kell. Azt gondolom, hogy ez is fontos dolog. Mondjuk most egy picit menjünk bele, ha lehet, a részletekbe. Tehát mi vár arra, aki mondjuk jelentkezik? Tehát mondjuk nézi ezt a műsort, vagy találkozik a felhívással, és azt mondja, hogy megpróbálom. Utána mi következik? A budapesti irodánkban az egyik kollégánk veszi fel vele a kapcsolatot először telefonon, és már akkor készül vele egy rövidebb interjú. Azután pedig a területről fogjuk keresni, valószínűleg Zsuzsa a kolléganőm, és időpontot egyeztetünk vele. Egy személyes találkozás van, gondolom, ezután? Igen, pontosan, illetve egy környezettanulmányt is végzünk, tehát azon az ingatlanon, ahol majd szeretnék nevelni a gyerekeket. És gyerekeket? Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül csak egy gyermeket. Gyereket vagy gyerekeket? Egy, akár egy is lehet, de hogy hát általában azért jellemző, hogy testvérek kerülnek be, és akkor célszerű, hogy a testvéreket együtt tudjuk elhelyezni. Köszönöm szépen. Hát egy kötőjel 5 gyerek kerülhet elhelyezésre egy nevelőszülőnél. Vagy szülőknél. Vagy szülőknél. Szülőknél az, igen, a legjobb, ugye, hogyha, igen, esetleg szülők vállalnak ilyet. Azt még nem kérdeztem meg, hogy milyen a falunak a kapcsolata a városvezetéssel, a várossal. Van egyáltalán közös? Van, amikor tudunk így közös programokban, szeretünk a város életébe is bekapcsolódni. Vannak városi rendezvények, ami mondjuk a faluba van tartva, mesemondó verseny. Azt gondolom, hogy és a falut azért nagyon nyitottá szeretnénk tenni. Ez az, például nincsen kerítés, vagy kapu. Kerítés van, kapu nincs. Tehát, hogy úgy szeretünk élni, meg úgy szeretnénk élni a faluban is, mint a városnak egy másik utcája. Egy olyan átlag utcája, ahol bármikor át lehet sétálni, lehet ezen rövidíteni, mert ugye a domb tetején vagyunk, de hogy tényleg nagyon sokan átsétálnak, és ennek nagyon örülök, mert hogy ez mégis egy nyitottságot már, igen, ugye, nyitottságot mutat ugye maga a város lakók felé is. Van játszóterünk, és azt szeretem, hogyha nem csak a mi gyerekeink, hanem a város gyerekeivel együtt tudnak ott a gyerekeink játszani. Még arról nem beszéltünk, hogy nyilvánvalóan egy nevelőszülőnek valamiféle juttatások is járnak, hogyha főállású nevelőszülő, akkor meg főleg, ugye? Lehet erről beszélnünk, hogy melyek ezek a juttatások? Akár melyikőjük tőle szívesen mondom a választ. Igen, van egy alapdíj, a nevelőszülői díj. Az egy, hát egy ilyen 42 ezer forintos nagyon alapösszeg. Ezt a díjat már akkor is adjuk a nevelőszülőnek, hogyha még nincs nála a gyerek. Tehát, hogy elvégezte, tehát ez egy kiválasztási folyamat, amiről a kolléganő is beszélt, hogy megkeressük környezettanulmány, aztán van egy pszichológiai szűrés, van egy nevelőszülői tanfolyam. Ez egy 60 órás nevelőszülői tanfolyam, hogyha ezt a jelölt elvégzi, akkor már nevelőszülői végzettséget is kap, és a nevelőszülői végzettség után ugye kérünk neki működési engedélyt, kormányhivatal is. Addig, amíg nem kerül hozzá gyerek, mi már akkor is adunk egy ilyen alapdíjat, és amikor a gyerek hozzákerül, akkor még gyerekenként 30 ezer forint, ha normál szükségletű a gyerek, tehát hogy körülbelül egy 2-3 gyereket nevelő nevelőszülőnek az alapfizetése, ez egy ilyen 110-130 ezer forint környékén van. És ami még ugye mellette jár, ez az ő juttatása, ez az ő fizetése, ez egy bejelentett munkaviszony, ami TB-jogviszony, nyugdíjalapba számít. Tehát járulékokat. Ez egy járulék, igen. És akkor emellett ő ugye kap a gyerekekre egy alapellátmányt, ez körülbelül gyerekenként egy ilyen 40 ezer forint, most nem illérezem itt ki, és akkor még jár mellé egy családi pótlék, amit ugyanúgy, mint a családban nevelkedő gyerek. Hiszen mellé, azért költeni kell a gyerekekre nyilvánvaló, tehát ez természetes dolog, hogy 200 forintos családi pótlék, tehát hogy ezeket viszont a gyerekekre fordítják, és ebből
nevelgetik. Most még az érdekelne, és még erre talán van időnk, nézem az operatőr kollégámat, hogy még beszélgethetünk, van időnk rá, hogy hogy történik a gyerek kiválasztása? Tehát, hogy kihez melyik gyerkőc fog kerülni? Ez egy szoktatás, vagy ez egy ilyen véletlen, vagy elmegy mondjuk az intézménybe, és akkor ott megtetszhet neki? Tehát megérzi azt, hogy kivel tudna utána, hiszen azért együtt kell élni utána nap, mint nap. Nem egy egyszerű történet, ez nem lehet azt mondani egy vagy két hét után, hogy bocsánat, de nem működik ez a kapcsolat. Hogy történik ilyenkor ez a dolog? Vagy a gyerek maga kiválasztja a felnőttet? Ilyen is van? Nem, azért nem. Tehát bármilyen variáció, így van. Benne lehet, de hát így nyilván, amikor valaki jelentkezik nevelőszülőnek, akkor mi meg szoktuk kérdezni, hogy ő neki mi az elképzelése. Hát nyilván aztán ebben beleszólhat életkor is, mert hogy ugye minimum 24. életévét betöltött magyar állampolgár lehet nevelőszülő, és akkor azt mondjuk, hogy ugye 18 év a minimum korkülönbség, és van egy ilyen maximum 50 év. Tehát, hogyha egy 52 éves hölgy úgy gondolja, hogy ő nevelőszülő szeretne lenni, akkor 2 év fölötti gyereket kaphat. 2-től, hát mondom, hogy 18 éves korig, de nyilván nem, tehát ugye a nagyobb gyerekeket, vagy 12 éves kor fölött már nem jellemzően nevelőszülőhöz kerülnek első körben. Akkor nyilván megnézzük, amit ő szeretne, meg hát megnézzük, hogy mi az, amikor bekerül egy gyerek, akkor tehát, hogy megnézzük, hogy mi az a nevelőszülői kör, aki neki szóba jöhet. Én azt gondolom, hogy első körben inkább a gyerek szükségleteit figyeljük, mint a nevelőszülő szükségleteit. Erről a tanfolyamon nagyon hosszan beszélgetünk, nagyon sokszor van szó, nagyon sokféle megvilágításban, de én mindig azt mondom a nevelőszülőknek, aztán van egy ismerkedési folyamat, hogy amikor elmennek meglátogatni, akár lehet ez a tegyesznek a befogadó otthona, vagy akár a gyerekfalu, tehát ez most ezt nem... Változó. Az igen, nagyon... Ennyire az időre menjünk bele, persze, nyilván. Így nem mennék bele, és akkor nyilván elindul egy ismerkedés, és akkor még akkor is mondhatja a nevelőszülő, hogy ő ezt a gyereket nem igazán tudná nevelni, és akkor mindig azt mondom, hogy inkább az elején mondja ezt ki, mint hogy később derüljön ki, hogyha ez nem tud működni. Nyilván nagyon próbálunk körültekintően, és hogy így mindenkinek a kívánságát figyelembe venni, de hát azért... De hogy erről azért hoztam. Nyilván nem egyszerű a pszichológus dolga ebben a kapcsolat megteremtésében, de gondolom tud nagyon sokat segíteni, ugye? Hogy ez a gyerkőc és a nevelőszülő közötti kapcsolat, ez tartós legyen. Hát nagyon sokat dolgozunk ezen. Nem csak én, hanem a nevelőszülői tanácsadó kollégáim is, akik legalább 3 hetente meglátogatják a családokat, akik hozzájuk tartoznak. És igazából közösen dolgozunk együtt. Tehát a nevelőszülői tanácsadók, én mint pszichológus, és a nevelőszülők maguk. Tehát igazából team munka folyik nálunk. Azért ez jó hallani, hogy nem engedik el a kezét utána, hanem folyamatosan utánkövetés van, és ha baj van, akkor tudnak segíteni. Hát ez még nem utánkövetés, hanem hogyha bármi probléma van, akkor ott vagyunk a nevelőszülők számára, és akkor igyekszünk segítséget nyújtani nekik. Köszönöm, Zsuzsa kedves. Hol lehet érdeklődni? Tehát van még egy percünk. Hol van ez meghirdetve, vagy hol lehet olvasni erről egy kicsit bővebben? Akár az SOS.hu, igen, az SOS.hu magyarországi oldalon, vagy akár a SOS gyermekfalvak, vagy Kőszeg-Sigrai Jakab utca 3, tehát így itt lehet személyesen, vagy telefonon érdeklődni. És meddig ez egy folyamat? Igen, ez tehát egy folyamat, nincs idő, tehát nincs idő. Időhöz kötve, nincs határidő, hanem inkább mindenkit arra biztatunk, akit érdekel ez a téma, vagy esetleg tud valakit a környezetében, aki ezzel a gondolattal foglalkozik, hogy próbálja meg rábeszélni, hogy nézzen ennek utána. Hát sok sikert hozzá, mi majd örömmel számolunk be arról, hogy a tanfolyamon hányan vettek részt, és hogy sikerült gyermekeknek otthon találni. Köszönöm szépen, hogy itt jártak. Mi pedig megyünk tovább a vízvilágnapi eseményekkel.
rajzpályázat, vetélkedő, előadóülés, rendhagyó osztályfőnöki óra. Hát számos program volt a Vízvilágnapja alkalmából, március 22-én tartják ugye ezt a világnapot, melynek a mottója az idén így hangzott: vizet mindenkinek. Számunkra természetes, hogy tiszta víz folyik a csapból, miközben a világ lakóinak egyötöde nem jut elegendő egészséges ivóvízhez. Az idei Vízvilágnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy minden embernek joga van a vízhez, ugyanakkor óriási kihívás, hogy mindenki hozzáférjen. Egy átlag szombathelyi 120 liter vizet használ el naponta, beleértve az ivóvíz fogyasztást is. Az egész megye szerencsés helyzetben van, hiszen a vasi víznek nagyon jó vízbázisok állnak rendelkezésére. Vasmangántalanítást végzünk a legtöbb helyen, így azért egy rendkívül jó minőségű vizet kaphatnak a felhasználóink. Szombathelyen szinte minden háztartás, én azt gondolom, minden háztartás sikerül ellátnunk kiváló minőségű ivóvízzel. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság regionális szervezete és a Vasi Víz ZRT ünnepi előadóülést szervezett a Vízvilágnapja alkalmából. Magyarországon is egyre komolyabb kihívásokkal kell szembenézni. Az elmúlt 20 évben 9-szer volt rendkívüli árvíz, és egyre gyakoribbak a száraz, vízhiányos időszakok, egyre gyakoribbak a rendkívüli csapadékok, a villámárvizek, úgyhogy nekünk is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és ahogy mondtam, nem a szerencsére kell ezt bízni, hanem egy tervszerű vízgazdálkodással kell hazánkba is ezek ellen a kihívások ellen védekeznünk. 2017-ben fogadták el az ország közép- és hosszú távú vízgazdálkodási stratégiáját meghatározó Kvassai Jenő tervet, amelynek célja megőrizni a vizet a jövő nemzedékek számára. Az előadóülésen erről, valamint a vizek védelméről és hasznosításáról, az ivóvízellátásról, a mezőgazdasági vízhasználatról és a szennyvíztisztításról is szó esett. Kiderült például, hogy míg 40 éve még 13 ezer köbméter édes víz jutott egy főre a világon, ma alig 5 ezer. És a szennyezés globális probléma. Magyarország területének 27%-a árvíz által veszélyeztetett, ez magasabb arány, mint Hollandiában. A háztartások 98%-ában van vezetékes vízellátás, és 78%-ában biztosított a szennyvízelvezetés. A Vízvilágnapjára időzítette az igazgatóság új közéleti lapjának megjelenését. A Nyugat vizei elérhető a vízügyi honlapon, negyedévente jelenik meg, és a legfontosabb vízgazdálkodási kérdésekről, fejlesztésekről, tervekről tájékoztatja az érdeklődőket. A Neumann iskola 120 diákja vett részt rendhagyó osztályfőnöki órán az Abér tavaknál. A vízügyi igazgatóság munkatársa beszélt a 2010-ben elkészült víztározó jelentőségéről az árvízvédelemben. Örökös ökoiskolaként a Neumannban kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, ami élményszerű formában még hatékonyabb. Gyerekek számára a tevékenykedtetés és a nem megszokott környezetben az iskolapadban való tanulást kiegészítvén ezek nagyon jó alkalmat biztosítanak arra, hogy maradandóbb és élményszerűbb tudást kapjanak. A gyerekek jól tudják, mekkora érték a víz. Én a vizet inni szoktam. Nagyon fontos még tisztálkodásra is. Főzéshez is, és a víz az egy életfeltétel. Nagyon kevés édes víz van, ezért kell velük takarékoskodni. Főzéshez, iváshoz, tisztálkodáshoz és fürdéshez szoktam használni. Inkább zuhanyozzunk, mint fürödjünk, mert a zuhanyzásnál kevesebb vizet használunk el. Vizet mindenkinek, ez volt a szlogenje a Vasi Víz ZRT által kiírt rajzpályázatnak, amelyre általános iskolások nevezhettek. Az állat és növényvilág volt a sláger téma. A legjobb rajzok készítői elismerésben részesültek. Vízfestékkel rajzoltam, mert az a kedvencem így minden közül, és ugye amit rajzoltam, az pedig azért, mert szeretek ilyen fantasy dolgokat belerakni képekbe, úgyhogy ezért lett olyan mágikus. A nagyobbak fotót is küldhettek a felhívásra. A képek sokkal, de sokkal kifejezőbbek, technikailag jobbak lettek, mint korábban volt. Ehhez lehet, hogy az kellett, hogy a diákok is fejlődjenek, és vegyék komolyan ezt a pályázatot, és ezt azért is érdemes még komolyabb venni, mert tehát nem csak azt kell nézni, hogy
valaki készít egy jó képet, vagy nem készít képet, hanem a témát mennyire tudja átélni. És azért is jók ezek a pályázatok, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a vizet tisztelni kell, az élővilágot tisztelni kell, ugyanis minden összefügg mindennel. Hogyha nincs víz, akkor nincs élet. A legjobban sikerült munkákat egészen nyárig meg lehet tekinteni a Fedett uszoda aulájában. 14. alkalommal szerveztek vízvilágnapi vetélkedőt az Oladi iskolában. 13 középiskolás csapat mérte összetudását. Nem lexikális tudásra vagyunk kíváncsiak, hisz vízitotótól elkezdve egyéb szólánc alkotása a tavak folyók neveiből, kémiai ismeretek, fizikai ismeretek, mind ami a vízzel kapcsolatos, ez egy ilyen nagyobb blokk, és a harmadik az most már évek óta klasszikusan visszatér, hogy egy verset kell írniuk. Alapvetően két kémiás van a csapatban, igazából mi úgy nem nagyon készültünk, csak úgy nagyjából átnézegettük, amit órán vettünk, meg esetleg egy kis bioszt is, hát ha az is benne lehet. A szombathelyiek mellett sárvári, celdömölki, vépi diákok is érkeztek. A Nagy Lajos gimnázium csapata volt a legügyesebb, ők nyerték a vetélkedőt. Mi pedig már is vendégeimmel beszélgetünk, méghozzá az április 2-ai autizmus világnapjáról, hiszen néhány program már előzetesen lezajlott, jelesül ma egy olyan nagyszerű konferencia volt, ha minden igaz, akkor teljes sötét volt a teremben, mert hogy a csilláron is lógtak még, és a csillár nem tudta megvilágítani a termet éppen ezért. No, viccet félretéve egy fontos témáról beszélgetünk, most azt gondolom, hogy egyre többeket érint, sajnos, ez a dolog, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Bárdos Emőkét, autizmus tanácsadót, jó estét, köszönöm, hogy itt van velünk, és Pohanka Editet, a Pont Más Vas megyei Autista Gyermekekért Alapítvány elnökét, jó estét kívánok. Hol kezdjük? Talán egy picit beszéljünk az előző évről, tehát mi történt 2018-ban a Pont Más Alapítvány életében? Sűrű volt az évünk, hogy is kezdjem. Talán az egyik fontos információ, hogy tavaly október óta ugye, AUSZ Infopont iroda létesült Szombathelyen, és így most már közvetlenül tudunk információkkal szolgálni a családok, az érintettek és az érdeklődők részére. Hol? Ez az Agórában található az iroda, és ott ügyvédszolgálat áll rendelkezésre, nyitvatartási idővel, helyszínen lehet bejönni, érdeklődni, feltenni a kérdéseket, de akár e-mailben és telefonon keresztül is várjuk a megkereséseket, és mindenre válaszolunk. Információkkal szolgálunk, illetve szolgáltatópontként is működünk. Tehát ez egy innováció így a mi területünkön. Illetve az igaz, hogy már átcsúszott 19-re, hogy a Charity Shop szombathelyi üzletét alapítványunk üzemeltetésben, de partnerséggel, a Charity Hálózattal átvette az üzletnek a működtetését. Azért mondjuk el, hogy hol van ez az üzlet. Igen. És ez egy nagyszerű kezdeményezés, azt gondolom. Minél Igen. többen látogassanak el oda, mert a bevételből, amit ott meg tudnak vásárolni maguknak, vagy éppen amit bevisznek, mert már nincs rá szükségük, és odaadják a boltban további értékesítésre, abból segítik az alapítvány munkáját. Pontosan. Hol van ez a boltocska? Ez a bolt a 11-es Huszár út 2-4 szám alatt található. Ez az üzlet, és valóban ez a belső parkoló, ugye? Tehát ez az a belső parkoló, uh-huh, így uh-huh. van, tehát talán ugye volt Gödör étterem során van, található van. Onnan a szomszédságában, és valóban várjuk az adományokat. Nagyon sokféle kínálattal uh-huh. rendelkezünk, nyilván ezt most így nem szeretném mind felsorolni, de akár a ruháktól a használati tárgyakig, játékokig, keresztül elektronikai cikkek, várjuk a jó állapotú, felajánlható holmikat, és három alkalmazottat foglalkoztat az alapítvány, és nagy büszkén és örömmel mondhatom, hogy kettő közülük a célcsoportunkból kerül ki, tehát olyan édesanyáknak tudtunk munkát adni, akiknek autizmussal élő gyerkőce van, és munkát kerestek már. Én a bevezetőmben, és most Emőkéhez fordulok, bevezetőmben azt mondtam, hogy egyre többeket érint, pedig
az autizmus az korábban is jelen lehetett, csak esetleg mondjuk nem volt ilyen felismerhető számban a gyerekek létszáma. Ugye? Igaz, hogy lehetne ezt megfogalmazni? Finom adott a diagnosztika, nőtt az ismertség, az ismeretterjesztő munka, a népszerű filmek hatására a családok is korábban észrevették, hogy valami nem stimmel, illetve egy csomó olyan gyereket, akit korábban mondjuk középsős értelmi fogyatékosként diagnosztizáltak, ma már autizmussal kategorizálnak rossz szóval élve. Tehát ez a létszám növekedés, ez valójában ennek a következménye. Én most, hogyha azt a sok programot, ami itt van előttem, és amiről beszélünk az idei esztendőben, főleg most a másodikával kapcsolatosan majd elmondom, akkor lehet, hogy felesleges lenne a kérdés, de mégis fontos talán a kapcsolatrendszer. Hogy sikerült ezt kiépíteni az érintett családokkal, vagy hogy általában véve az alapítványnak azt a kapcsolatrendszert, ami most már úgy gondolom, és ezt tapasztaljuk meg, látjuk a rendezvényekből is, itt a híradós anyagainkban is, hogy ez egyre nagyobb, egyre szélesebb. Így van, pontosan. Kezdeném talán azt, hogy az intézményrendszeren keresztül talán ez az első, amit említenék, hogy ugye azokban az intézményekben, ahol ellátásban részesülnek az autizmussal élők, kezdve akár mondjuk a Micimackó óvoda, akkor említhetném az Aranyhíd Egymi iskoláját, vagy akár az integrációban tanuló autizmussal érintett diákokat. Itt az intézményben, akár az intézmény vezetéssel, akár az itt tanuló, nevelkedő autizmussal érintettek családjaival kerültünk és kerülünk szoros kapcsolatba. De tényleg említhetném akár a kőszegi Nagy László iskolát, szintén Rábapaty, Ják, tehát nagyon sokrétű ugye az intézményrendszerrel a kapcsolatunk, és akár, tehát minél több programunk van, akár szülőklub, meghirdetjük, van Facebook csoportunk, ami egyre szélesebb, egyre jobban bővül, és ezeken keresztül meg tudjuk hirdetni a programjainkat, rendezvényeinket, például tavaly évben, hogy visszatérjek az első kérdésére, hogy tavaly évben is voltak családterápiás, illetve párterápiás programjaink, ahol vártuk a családokat, a szülőket, akik érdeklődtek ez iránt a program iránt, illetve nagyon sok szemléletformáló órákat tartunk például iskolákban, ismeretterjesztő előadásokat tartunk emőkével és még pártársunkkal együtt, akár egészségügyi szakdolgozóknak is tartottunk ilyen ismeretterjesztő órákat, védő nőknek, de sorolhatnám, akár például meghívást kaptam Babamama klubba, ahol tart, mindenféle alkalmat megragadunk arra, hogy megismertessük magunkat, illetve hogy az autizmussal kapcsolatban minél több, szélesebb réteget megtaláljunk, és ezek aztán személyes kapcsolatok alakulnak ki, és ezek hozzák magukkal a többit. Látnak minket, hallanak minket egyre többet, és fordulnak hozzánk. És említem, ismét visszakanyarodok az irodára, ahol szintén a mentorszülő, ráadásul egy mentorszülő kollega dolgozik az ügyfél szolgálatunk élén, és ő is nagyon sok családdal érintett. Szóval dolgoznak, tehát szívügy. Szívügy, és innentől működik a történet. Milyen volt a mai konferencia? Hogyan lehetne jellemezni ezt? Ugye a fórum az autizmussal élő tanulók ellátásáról, hol tartunk, ez a fő cím. Szóval milyen egyáltalán az ellátás ezen a területen? Kicsit provokációnak is szántuk a rendezvényt, meg olyan dolognak is, hogy jó gyakorlatokat tanuljunk egymástól. Nagyon sok vendégünk volt, főként a Szombathelyi Tankerületből, különböző intézménytípusokból jöttek az előadóink, más-más életkorokkal foglalkozók, szó esett az integrált oktatásról, a szegregációról, gimiben dolgozó gyógypedagógus kolléga is osztott meg jó tapasztalatokat, Fodor István és Farkas Rita, a fenntartó és a szakértői bizottság részéről közelítette meg ezt a kérdést, különösen az ellátás biztosítása volt az, ami a jelenlevő szülőket főként érdekelte. Van megfelelő szakember, Kárda?
Az iskolákban? Tehát hogy lehet ezt megfogalmazni? Szóval én azt gondolom, hogy mivel közvetlen környezetünkben is van egy olyan kedves közös ismerősünk, aki most éppen ezt a képzést végzi el, ő is érintett, igen. De nem biztos, hogy csak az érintettség révén kellene ezt a területet választani sokaknak, mert ezekkel az érintett gyermekekkel foglalkozni, igen. Ezért öröm is. Tehát nem jelent gondot az, hogy egy ilyen gyerkőccel kell foglalkozzunk, ugye? Hát én szeretem, különben nem csinálnám, meg a kollégáim többsége szívesen dolgozik itt. Attól függetlenül nem könnyű munka, viszont már létezik egy nagyon jó képzés, de még nem működik olyan hosszú ideje. Uh-huh. Tehát nagyon sok az üres állása, ami a pedagógiai más területein is igaz, mert annyira nem mindig jó dolog pedagógusnak lenni, ettől függetlenül ez egy érdekes terület, és jó lenne, ha minél többen jelentkeznének rá. Van mindig új lehetőség arra, hogy valaki státuszt találjon, különösen az autizmus területén. Szerencsés helyzet, hogy a Szombathelyi Tankerület például az autizmus szakirányra induló kollégáknak a képzését teljes mértékben támogatja. Tehát volna lehetőség arra, hogy ezt tanulják a kollégáink. De sajnos csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a fórumon is elhangzott, hogy szakemberhiány van. Tehát szakemberhiány van, vennének fel intézményekbe még szakembereket, és valóban ezek az ösztönző eszközök fölhívták a figyelmet, és Fodorul is fölhívta a figyelmet. Mi most is fölhívjuk a figyelmet, hogy azoknak a fiataloknak, akik a továbbtanulást keresik, nézik. Érdemes nagyon megnézni ezt a nagy kérdést. Szükség van a szakemberekre, gyógypedagógusokra, gyógypedagógus, tehát autizmus szakirányú szakemberekre, asszisztensekre. Nagyon-nagyon nagy szükség van a megyében, az országban is, de most... Az ELTE Márcia a sztártkorokkal várja a jelentkezőket, nem? Hát tártkorokkal várja, de az ő kapacitásuk is véges. Tehát akik jelentkeznek, nem tudnak mindenkit fölvenni. Tehát itt a környéken is van olyan fiatal lelkes kolléga, aki menne, de idén már nem fér. Nem fér be. Megy az időnk, és rengeteg a program, ami április 2-ával kapcsolatos. Térjünk most rá ezekre. Az, hogy miért van erre az ünnepre szükség, ezt a kérdést már fel sem teszem. Hiszen nem ünnep valójában, hanem valamelyest a társadalomnak a figyelmét szeretnék megragadni ezen a napon, azokkal az eseményekkel, amelyeket szerveznek. Kezdjük a programokkal, melyek lesznek ezek, amelyek az idei esztendőben is várnak majd az érdeklődőkre. Szeretnénk szombaton megmozgatni minden érdeklődőt. Egy kék futásra invitáljuk az autizmussal élő családok is szép számmal részt vesznek a programon, illetve a szimpatizálókat. Tehát ez egy szimpátia futás. Ez most szombaton lesz? Ez most szombaton lesz. Csónakázótól? Csónakázótól. A Skanzen is csatlakozott a programunkhoz, úgyhogy a Skanzen helyszíne lesz kvázi a központunk, tehát onnan fog indulni. 9 órától várjuk a regisztrálókat, volt előnevezés is, de kérjük, hogy 9 órától folyamatosan jöjjenek, ne az legyen, hogy 10 órakor elindul a rajt, és 10 óra előtt 5 perccel 150 embert kell neveztetni, regisztrálni, hiszen komoly ajándékokkal is készülünk, támogat minket például a Decathlon, az Szombathely Egészségfejlesztési Intézet és a Káldi Természetjáró és Sport Egyesület segítségével tudjuk komolyan megrendezni ezt a futást. A futás is érdekes lesz, de van, aki nem futni akar, hanem sétálni. A tavalyi képeket látjuk most. Ez hol lesz a sétálni? Igen. A hagyományos útvonalon megyünk végig, az Aranyhíd iskolától indulunk fél ötkor. Fél ötkor, pontosan. Tehát ez is szombat. Nem, mert a második napján az kell. Bocsánat, igen. És akkor a lufik megint az égbe mennek? Igen, bár igen. Vannak már az országban néhány helyen, akik környezettudatosabbak, mint mi, és már nem röptetnek lufit, úgyhogy ezen komolyan el fogunk gondolkodni, hogy valami más szimbólumot válasszunk, bár ez nagyon tetszetős. És hadd meséljek el egy kis cuki sztorit 2 évvel ezelőttről, tehát azt igazolva, hogy a szemléletformálásra bizony még mindig szükség van. A hosszú menet szép kék lufikkal békésen vonult a Operint utcán végig a főtér felé, és egyszer csak elbiciklizik mellettünk egy idősebb úr, és megszólal.
dolgozni kéne, nem tüntetni. Tehát, valójában még ott tartunk, hogy... Bocsánatot kérek. Jó, ha tudják az emberek, hogy azok a kék lufik miért szállnak az égbe minden évben. És akkor kék mozi. Igen, akkor egy kicsit visszamegyünk. A séta lesz a záró programja ennek a sorozatnak, az a világnapi sorozatnak. A kék mozi pedig vasárnap lesz, tehát 31-én. Ez is most már egy hagyományos programunk. És itt kiállítással készülünk. Itt 17:30-tól kezdődik a program, kiállításokkal, itt például egy fiatal autizmussal élő művész rajzait is bemutatjuk. Bemutatkozik a Holnapháza, a Maháza, a 10 éves jubileumok alkalmából láthatók képek az ő életükből, az ő munkásságukból, illetve lesz vásár is az ő bemutató, termék bemutató a Holnapháza, Maháza műveiből, termékeiből, és ott is egy autizmussal élő művész is közben előad dalokat. Tehát érdekes lesz, jó kis program lesz, és végül zárásként pedig hát természetesen egy autizmus témájú film kerül vetítésre 7 órától, ez pedig a Mesés Élet című darab. Nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, hogy itt jártak. Köszönöm. Program akkor szombaton indul, vasárnap folytatódik, kedden fejeződik be majd a sétával, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és azért ne feledjék el azok, akik esetlegesen szeretnének ezen a területen nagy végzettséget szerezni, azokra is nagy szükség van, azt gondolom. Köszönöm még egyszer is, hogy itt voltak. Szépen köszönjük a lehetőséget. És nagyon köszönöm önöknek a figyelmet, szerkesztő kolléganőm és a munkatársaim nevében is. Töltsék kellemesen az est hátralevő részét, és bánjanak jól az idővel, meg a szeretettel, viszontlátásra. Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.